közösségi létesítmény. Elkezdődött a helyi magyarság megmaradását szolgáló magyar ház építése a kárpátaljai Rahón. Nagyobb áramfogyasztás. A tartós hőség ideje alatt egy-két nap után érezhető a megnövekedett energiafelhasználás, részben a hűtési rendszerek, elsősorban a klímák használata miatt. Elszállították a járművet, befejezték a Tuzsérnál múlt héten balesetet szenvedett, veszélyes anyagot szállító tartálykocsiban maradt anyag helyszíni megsemmisítését. Elkezdődött a helyi magyarság megmaradását szolgáló magyar ház építése a kárpátaljai Rahón. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyar kormány mintegy 80 millió forintnyi támogatásával felépülő, közel 500 négyzetméteres közösségi létesítményben rendezvénytermet, számítógéppel felszerelt osztálytermeket, irodahelyiségeket és szolgálati lakásokat alakítanak ki. A beruházás várhatóan idén ősszel készül el. Így néz ki a magyar ház látványterve, a közösségi teret a római katolikus plébánia épületére új szintként építik rá. Kárpátalján az első magyar ház Rahón létesül, amely otthonául szolgál mind a város, mind a környék magyarjainak. Ezek a közösségek újra életjelet adnak magukról, külön élettereket szerveznek, akár a Gyertyánligeti közösségi központra utalhatunk itt a közelmúltból, és itt a térségnek a földrajzi és társadalmi központjában, itt Rahón örömünkre szolgál, hogy elsőként itt Kárpátalján itt valósul meg a magyar ház, amely, még egyszer jelzem, egy közösség és egy kulturális központja lesz valamennyi itt élő magyarnak és itt a felső-tiszavidéki magyar szorványnak. A háznak a plébániától független bejárata lesz. Helyet kap majd benne egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, számítógépekkel felszerelt osztályterem, irodahelyiségek a helyi magyar szervezeteknek, valamint két szolgálati lakás is. A magyar háza tervek szerint november elejére készül el. A tartós hőség ideje alatt egy-két nap után érezhető a megnövekedett energiafelhasználás, részben a hűtési rendszerek, elsősorban a klímák használata miatt, mondta a Kölcsei Televíziónak az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató ZRT sajtószóvivője. A tapasztalatok szerint 1 fok átlag hőmérséklet növekedés 0,7%-os áramfogyasztás emelkedést jelent. A társaság szolgáltatási területén a mostani hőség ideje alatt napi 8%-kal több áramot használnak a fogyasztók. Egyelőre nem dőlt meg az országos áramfogyasztási rekord, de ha tartós lesz a hőség, akkor a csúcsterhelés megközelítheti a júniusi rendszerterhelési csúcsértékeket is. A korábbi években a magasabb téli és alacsonyabb nyári csúcsterhelés egyre inkább megközelítette egymást. Ennek oka elsősorban a klímaberendezések terjedése. Előfordul, hogy egy-egy rövidebb időszakra, néhány napra a téli fogyasztást is meghaladja a nyári felhasználás. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szolgáltató, az országban összesen 2,5 millió ügyfelet kiszolgáló E.ON ZRT-nél is érzékelték az elmúlt napok megnövekedett áramfogyasztását. Általánosságban azt el tudjuk mondani, hogy tartós hőség esetén egy-két nap után határozottan érezhető a megnövekedett energiafelhasználás, részben a hűtési rendszerek, klímák használata miatt, illetve az is egy érdekes szám lehet, hogy 1 fok átlag hőmérséklet emelkedés 0,7%-os áramfogyasztási emelkedést jelent. Egyébként az E.ON szolgáltatási területén az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen hőség átlagosan napi 8% körüli energiafelhasználást, többletenergiafelhasználást eredményezett. Ebben az időszakban nem ritkák a hosszabb, rövidebb áramkimaradások sem a túlterhelés miatt. A hőség riadó ideje alatt a szolgáltató az előre betervezett üzemszüneteket is elhalasztja, annak érdekében, hogy a hűtéshez szükséges villamos energia rendelkezésre álljon a lakosság számára. Ebben az időszakban, ilyen kiemelt hőségriadó esetén a kollégák azokat a munkákat, amiket lehet, azt elhalasztották, illetve elhalasztják, és majd egy későbbi időpontban fogják ezeket a tervezett munkákat elvégezni. Az E.ON tájékoztatása szerint ezt az intézkedést a hőségriadó ideje alatt továbbra is fenntartják. Az új karbantartási időpontról az érintett ügyfelek szórólap útján, ha a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően 15 nappal a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatást kapnak majd.
Befejezték, a Tuzsérnál múlt héten balesetet szenvedett, veszélyes anyagot szállító tartálykocsiban maradt anyag helyszíni megsemmisítését. Az üres tartályt is elszállították, így a Tuzsér és Komoró közötti útszakasz ismét járható. Daru segítségével emelték ki az árakból az immár üres tartályt a tűzoltók. A katasztrófa védelem által készített felvételeken jól látható, hogy maga a tartály nem sérült a baleset során. A kamion által szállított 22 tonnányi veszélyes anyag több mint 90%-át a múlt héten már sikerült a helyszínen átfejteni. A maradék anyag megsemmisítésére kedden Németországból érkezett a szállító céggel kapcsolatban lévő speciális mentőcsoport, amelynek tagjai a helyszínen építettek fel egy égetőrendszert, ezzel tudták az anyagot megsemmisíteni. A különösen veszélyes etilénoxidot szállító kamion még múlt héten szenvedett balesetet Tuzsérnál. Ilyen típusú baleset eddig még nem csak Magyarországon, hanem Európában sem történt, így a tűzoltóknak a műszaki mentésnél egy különleges protokoll szerint kellett eljárniuk, ami hosszabb időt vett igénybe. Az elhúzódó mentéssel kapcsolatban több alaptalan találgatás is szányra kapott. Különböző rémhírek láttak napvilágot, ugyanakkor ez pont egy a Száhonyi rész egy olyan terület, ahol egyébként 33 veszélyes üzem működik, tehát a lakosok tisztában vannak azzal, hogy nap mint nap akár bekövetkezhet egy ilyen. Mivel itt ugye nem volt szó arról, hogy a tartály megsérült, fel veszélyes anyag sem került a levegőbe, így mindenképpen a lakosság biztonsága garantált volt, azokat az óvintézkedéseket pedig meg tudtuk tenni, amelyek mondjuk az átfejtés kapcsán keletkeztek. A baleset óta zajló műszaki mentés során a legfontosabb a lakosság védelme és a szállított anyag zárt rendszerből történő biztonságos eltávolítása volt. A munkálatok folyamatos tűzoltói és iparbiztonsági felügyelet mellett zajlottak, és a katasztrófa védelmi mobil labor mindvégig ellenőrző méréseket végzett. Az átfejtés idejére egy 740 méter sugarú biztonsági zónát alakított ki a katasztrófa védelem, az ezen belül tartózkodókat elővigyázatosságból múlt csütörtökön kitelepítették. Ebben az időszakban közüzemi korlátozásuk is voltak egy rövid ideig, ezt követően mindenki visszatérhetett otthonába. A mentés befejeztével pedig a Tuzsér és Komoró közötti útszakasz ismét járható. Felborult egy személygépkocsi Nagykálló és Nyíregyháza között. A sofőr egy kanyarban nem tudta uralni a járművét, árokba hajtott, majd felborult. Személyi sérülés nem történt, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Demonstrációt tartottak Szakolyban, a helyiek a megemelt kommunális adó, a távoli orvosi ügyelet és a jövő évtől bevezetett földadó ellen szólaltak fel. A település több 100 millió forintos tartozását egy reorganizációs program segítségével próbálja megoldani a helyi vezetés. A polgármester úgy nyilatkozott, bevételüket úgy lehet emelni, ha új adónemeket vezetnek be. A nagy meleg ellenére is többen összegyűltek a szakolyi polgármesteri hivatal előtt. A település már tavaly óta hangos a helyiek felháborodása miatt. Akkor a megcsúszott vagy meg sem kapott fizetések miatt gyűltek össze a közfoglalkoztatottak. Péntek délelőtt többek között a szakolyi adózási rendszer volt a téma. 2006-tól 2010-ig én is képviselő voltam, akkor 2000 forint kommunális adóval adtuk át az önkormányzást. Azóta ötszörösére emelték, tehát most jövő évtől 10 000 forint lesz. Földadót, hát közel távol én itt a járásban, illetve azon kívül is nagyon sok polgármesterrel jobban vagyok, körbe érdeklődtem, sehol nincs bevezetve. Tehát ezzel megint azt akarják elérni, hogy az általuk elgazdálkodott, finoman fogalmazva, dolgokat, lyukakat betömködjék. A településen adósságrendezési eljárás indult, egy reorganizációs program zajlik jelenleg is. Vagyonleltárt készítettek az önkormányzatnál, amelyből kiderül, folyószámlahiteltartozásuk van, de nem fizettek két havi bért a közfoglalkoztatottaknak sem, illetve vállalkozások felé is van nem teljesített számlájuk. Az össztartozás felét az állam felé kell majd teljesíteni a településnek. Így jelenleg Szakoly 346 millió forintnyi adóssággal számol. A polgármester televíziónak úgy nyilatkozott, a kommunális adó így sem éri el a maximum kiszabható összeget, az adóbevezetés pedig törvény adta lehetőségük. A kiadásokat csökkentenünk kellett, és a bevételeket növelünk. Ezt viszont nem tudjuk másképp megtenni, csak az adónemek bevezetésével, illetve mértékének a növelésével. A
A földadó, amely most a mai demonstrációnak az egyik célja, elsősorban szociális juttatásokra fordítható és településfejlesztésre. Tavaly átszervezték a háziorvosi ügyeletet is a településen. Eddig 3 kilométerre Szakolytól Balkányban működött az ellátás. Ezentúl azonban a 13 kilométerre lévő Nyíradonyba kell menniük a helyieknek. Ezen is szeretnének változtatni a településen élők. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nyíregyházán az északi temetőben. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A 4 távozó játékos helyére 4 új futballista érkezett a nyírbátori csapathoz. Az egyetlen Szabolcs-t már Bereg megyei NB3-os együttes augusztus 12-én Balassa gyarmaton kezdi a bajnokságot. Az Ambrusz Árpád által irányított nyírbátori FC a mezőny első felében szeretne végezni a 16 csapatot számláló keleti csoportban. 5 számban indul a jövő héten kezdődő Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes úszónő a 3000 méteres nyílt vízi úszás mellett a 200, a 400 és a 800 méteres gyors úszásban, valamint a 400 méteres vegyes úszásban áll rajtkőre. A roma holokauszt nem csak a cigányság, hanem a magyar nemzet és egész Európa testén nagy sebet ejtett. Ezt Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke mondta azon a megemlékezésen, amelyet a roma holokauszt nemzetközi napja alkalmából tartottak Nyíregyházán, az északi temetőben. Az alelnök arra is felhívta a figyelmet, nem engedhetjük, hogy hasonló események bekövetkezhessenek a jövőben. A cigány és a magyar himnusz eléneklésével kezdődött csütörtök délután a roma holokauszt alkalmából tartott megemlékezés a Nyíregyházi északi temetőben. A Cigány Világszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 romát gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Becslések szerint a roma holokauszt idején a nácik a 2 milliós európai cigányság 10-30%-át gyilkolták meg, közülük 23 000-et Auschwitzban. A nyíregyházi ünnepségen a résztvevők felelevenítették a cigányságnak az 1930-as években, illetve a II. Világháború alatt elszenvedett üldöztetését. Varga Dénes, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a 73 évvel ezelőtt történt dolog az egész cigányság számára a mai napig egy tragikus esemény, amelynek emlékét mindig őrizniük kell. Ez a mi megemlékezésünk, ez nagyon jó arra, hogy életbe tartsuk azt, tehát, hogy a jövőben tényleg, hogy még mit mondom, ilyen ne történjen meg. Ne szenvedjen tovább népünk, megátkoztál, megismertél, örök csavargóvá tettél, hát a himnusznak a sorai sokkal autentikusabbak nem lehetnének, mint a mai napon. Az ünnepségen részt vett Baracsi Endre is. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke a cigány himnusz soraiból kiindulva elmondta, nem könnyű indulatok nélkül szólni a roma holokausztról. Baracsi Endre arra is felhívta a figyelmet, akármennyire is nehéz és rossz beszélni erről, kötelező emlékeznünk rá és tanulnunk belőle. Az emlékezés az nagyon fontos, és a holokausztról van szó, akkor meg különösképpen fontos, hiszen ez egy olyan sorstragédia, egy nemzetnek a sorstragédiája, hogyha a porajmoszról beszélünk, amely azt hiszem, hogy nagyon nagy sebet ejtett, nem csak a cigányságnak a testén, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar társadalom testén is, sőt, hogyha egy kicsit tágabban akarjuk nézni a képet, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy egész Európa testén, hiszen ez a nagyon beteg elképzelés, ami a fajelméletnek a szüleménye, és amely ezt a tragédiát elindította, amely mind a cigányságot, mind pedig a zsidóságot megtizedelte, azt tényleg nem szabad elfelejtenünk soha, és át kell adnunk a következő generációknak, mert ebből tanulni kell, és soha nem szabad azt, hogy még egyszer bekövetkezzen. Az ünnepség végén a résztvevők elhelyezték koszorúikat a roma holokauszt áldozatainak emléket állító szobornál. A 4 távozó játékos helyére 4 új futballista érkezett a nyírbátori csapathoz. Az egyetlen Szabolcs-Szatmár Bereg megyei NB3-as együttes augusztus 12-én Balassa gyarmaton kezdi a bajnokságot. Az Ambrusz Árpád által irányított nyírbátori FC a mezőny első felében szeretne végezni a 16 csapatot számláló keleti csoportban.
Július eleje óta készül a 2017-2018-as bajnokságra a nyírbátori futballcsapat. Az egyetlen megyebeli NB3-as együttesnél nem volt túl nagy játékos mozgás, a négy távozó helyére négy új futballista érkezett. Az elmúlt szezont a nem túl jól sikerült hajrának köszönhetően a 11. helyen zárta az Ambrusz Árpád által irányított Bátor, amely összességében magabiztosan maradt bent a harmadosztályban. Bár augusztus végéig lehet igazolni, a keret szinte véglegesnek mondható, és a célokat is megfogalmazta a klub elnöke. Teljes mértékben még nem alakult ki a keret, még egy játékos érkezésére számítunk. A távozók az Lakatos László, Illés Gyula, Sipos Tamás és Kinál Gábor. Az érkező oldalon Pálinkás Gergő, Vámos Márk, Fenyőfalvi Csaba és Nagy Attila, akik érkeztek. Ugye létszámcsökkentés volt, tehát elvileg erősebbnek kellene lenni, de viszonylag sok új csapat van. 6 megye első osztályból feljutó csapatot is ide soroltak a keleti csoportba. Róluk még most kezdjük az információkat begyűjteni, nem tudjuk, hogy ők milyen erőt fognak képviselni. A legutóbbi szezonban 18 gólig jutó Hornyák Marcell magasabbra emelte a mércét, a támadó a jövő hétvégén kezdődő bajnokságban szeretné átlépni a 20 gólos határt. Nagyon jó csapatunk van, fiatalok vagyunk, ugye dinamikusak, még igaz, hogy még egy picit össze kell szoknunk, mert jött egy pár új játékos. Szeretnék ugye minél több gólt lőni, tavaly kitűztem a 20-at célul, sajnos nem jött össze sérülés miatt, az utolsó 2-3 meccsen nem játszottam, most mindenféleképpen többet szeretnék lőni, mint 20. A 21-esztendő saját nevelésű Terdik Zsolt legutóbb 7 gólt szerzett. A fiatal játékos merész célokat tűzött ki a következő szezont illetően. Mindenképpen még több gólt szeretnék rúgni, 10 felett szeretnék. Hát egy harmadik helyet mindenképp a csapatnak. Az első hárma benne szeretnék lenni. A Nyírbátor szombaton Debrecenben tartja a bajnoki főpróbát, majd augusztus 12-én a nyitófordulóban Balassagyarmaton lépnek pályára Hornyákék. 5 számban indul a jövő héten kezdődő Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes úszónő a 3000 méteres nyílt vízi úszás mellett a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban, valamint a 400 méteres vegyes úszásban áll rajtkőre. A jövő héten kezdődik Budapesten és Balatonfüreden a FINA Masters világbajnokság. A senior világbajnokságra több mint 12 000 regisztráltak, így a létszámot tekintve rekordot könyvelhetnek el a szervezők. Ott lesz az úszók mezőnyében a nyíregyházi Szokoldi Anna is, aki a 3000 méteres nyílt vízi számban kezdi el szereplését. A civilben fogorvosként dolgozó úszónő több számban is éremesélyes, és mint elmondta, keményen dolgozott azért, hogy valóra váltsa álmait. Nem lehet hátradőlni, mert le kell úszni, meglátjuk ki milyen formában van, nagyon készülünk rá, semmiféle lazaság nincsen, most is még szombaton is lesz edzés, jövő héten még 3 edzés, és akkor utána lemegyek Füredre megnézni a pályát, hogy milyen a nyíltvízi pálya, és akkor, mert azért a nyíltvíz az teljesen más, mint a medencés, ott azért látni kell, tehát ott bejön egy hullám, egy rossz idő, tehát ott ezeket is figyelni kell, meg nincsen, nem látod a medence alját, ott a bójákat kell nézni, erre is fel kell készülni. De ugyanakkor mi hosszú távra készülünk, nekem ez a fő számaim a hosszú távra. A 3 kilométer, a 800 meg a 400. Idén Eindhovenben 1500 méter gyorsan ért el országos csúcsot a Nyír Senior 97-ese versenyzője. Edzője Gyula Sándor szerint tanítványa nagyon motivált a világbajnokság előtt. Dia az egyik leglelkesebb versenyző, nagyon komolyan készül, remélem, hogy jól fog szerepelni, ott sem ismerjük még pontosan a mezőnyt, de ismerve Diának a hozzáállását és a mentalitását, biztos vagyok, hogy éremmel fog hazatérni. A 2 évvel ezelőtti kazanyi Masters világbajnokságon a 40 és 44 év közöttiek mezőnyében utolsó évesként a 200, a 400 és a 800 méteres gyorsúszásban is másodikként ért célba a nyíregyházi sportoló. A korosztályt váltó, a 45-49 év közötti korcsoportban újoncként induló úszónő hazai környezetben szeretné megszerezni első Masters világbajnoki aranyérmét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Elkezdődött a helyi magyarság megmaradását szolgáló magyarház építése a kárpátaljai Rahón.
A magyar kormány mintegy 80 millió forintnyi támogatásával felépülő, mintegy 500 négyzetméteres közösségi létesítményben rendezvénytermet, számítógéppel felszerelt osztálytermeket, irodahelyiségeket és szolgálati lakásokat alakítanak ki. A beruházás várhatóan idén ősszel készül el. A tartós hőség ideje alatt egy-két nap után érezhető a megnövekedett energiafelhasználás, részben a hűtési rendszerek, elsősorban a klímák használata miatt, mondta a Kölcsei Televíziónak az E.ON tiszántúli áramszolgáltató ZRT sajtószóvivője. A tapasztalatok szerint egy fok átlag hőmérséklet növekedés 0,7%-os áramfogyasztás emelkedést jelent. A társaság szolgáltatási területén a mostani hőség ideje alatt napi 8%-kal több áramot használnak a fogyasztók. Befejezték a Tuzsérnál múlt héten balesetet szenvedett, veszélyes anyagot szállító tartálykocsiban maradt anyag helyszíni megsemmisítését. Az üres tartályt is elszállították, így a Tuzsér és Komoró közötti útszakasz ismét járható. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 4-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb, hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Pár fokot mérséklődik a forróság, eleinte döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, majd főleg a Kárpát-medence északi, északnyugati vidékeit érinti egy gyenge hidegfront, melynek hatására néhány fokkal kevésbé meleg levegő érkezik fölénk. Késő estétől időnként megnövekszik a felhőzet, zápor esetleg zivatar előfordulhat néhol. A délnyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában kevés gomoly felhő, több órás napsütés várható. Egy-egy zápor előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Front hatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, korra délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap a több órás napsütés mellett délkeleten még kánikulára van kilátás, de északnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és több helyütt számítani lehet záporra, zivatarra, estétől esőre is. A csapadékzóna éjjel, illetve hétfőn kelet felé terjeszkedik, majd napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Országszerte megszűnik a forróság. A keddi napos, száraz időt követően erősödő gomoly felhőképződés várható szerdán elszórtan, csütörtökön több helyen záporral, zivatarral. A hét közepén visszatér a hőség, de csak néhány napra.